el lehet látogatni a portára, meg lehet vásárolni a minőségi helyi termékeket. Távol a tömegtől, közel a szívedhez. Ez a mottója a 2020-as szezonnak a nyitott porta hálózatnál. Idén nyáron ismét változatos a programkínálat. Több mint 31 féle rendezvény várja a vendégeket július 1-től egészen augusztus végéig. Egyre ügyesebbekké váltak a gazdák, és egyre színesebb a programkínálat, és szerencsére elmondhatjuk azt, hogy a látogatók száma is folyamatosan növekszik. Tavaly például a nyitott porták éjszakáján 350-en vettek részt, és idei évben a programik még futnak, nem tudunk konkrét számokat mondani. De talán idén nem is a létszámokra megyünk rá, hiszen ezeken a helyszíneken, portákon igazából 5-10-15 fős csoportokba, családias baráti légkörben lehet megismerkedni a környékbeli gazdák termelésével, kínálattával, gazdálkodási körülményeivel. Az idei évben 8 új taggal bővült a hálózat, így már 24 gazdaság vállalja azt, hogy nyitott eseményeket tart. A medvebor pince újonnan csatlakozott a hálózathoz, mint a tulajdonos elmondta, borászatuk a természetesség jegyében működik. Egyrészt azt az üzenetet kell valahogy eljuttatni a fogyasztóhoz, hogy ez a zalai termőtáj, ez egy csodálatos bortermővidék, és itt kiváló borok születnek. Másrészt ez csak így önmagunkban nagyon kevés, nem fog működni. És ezért jutottunk arra a következtetésre, hogy mindenképpen valamilyen módon összefogásokban kell gondolkodnunk. Ez lehet borászok közti összefogás, lehet más termelőkkel való összefogás. És mikor ezeket az utakat kerestük, hogy hogyan lehetséges, vagy hogyan tudunk eljutni az emberekhez, hogyan tudunk összefogni másokkal és a zalai termőtáj egyediségét hirdetni, akkor találtunk rá nyitott porta hálózatra. A porta tulajdonosok egymás között is keresik az összefogás, az együttgondolkodás lehetőségeit, hiszen azt vallják, hogy a vendégeket sokkal könnyebb elérni, ha termékcsomagot kapnak. Így született meg az idei évben a Porta Túra kezdeményezés 7 porta összefogásával, ami egy 4 kilométeres túrán keresztül 4 helyszínen vezeti végig a vendéget a Csáfort-hegyen. Egy ilyen 10-15 percben bemutatkozik mindenki, és akkor szépen túráznak tovább egyik helyszínről a másikra a résztvevők. Föl is megy az út a hegygerincre, ahonnan belátni szinte a nagy részét a Zala völgyének. Nyitott porták, nyitott emberek. Ennek jegyében folytatják a munkát a nyitott porta hálózatnál, mely kezdeményezés a remények szerint jövő évtől térségen túlra is nyúlhat. A programokat megtalálják a nyitottporták.hu weboldalon.